Sziasztok! Ez itt az Artíria magazin műsor, melyben minden egyes alkalommal más művészeti ágat mutatunk be. Mai adásunkban a 3D animációs filmek világába nyerhetünk betekintést, az egyik legsikeresebb hazai animációs mese az Egon és Dönci készítői segítségével. A 3D az három dimenziót jelent, ha jól tudom. Igazából az animációval kapcsolatban manapság nagyon divatos dolog ez a 3D animáció. Kezdődött annak idején a Toy Story-val, és azóta ki tudja, hogy hol fog megállni. Gyakorlatilag a régi filmes hagyományokat, rajzfilmes hagyományokat felrúgva számítógéppel generálják magát a rajzfilmet, a képeket, a képkockákat, és ennek a segítségével sokkal élethűbben lehet visszaadni a teret magát, a valós teret, illetve realisztikusabban lehet érzékeltetni az egész világot. Honnan szereztetek támogatást, gondolok itt anyagi meg egyéb támogatásokra? Hát ezt tudni kell, hogy aki ezt a testvérpár, ezt az egészet egy kalap alá hozta, a magyar testvérpár Ádám és Dániel. Ők gyerekkoruk óta fanatikus számítógép grafikusok voltak, ha mondhatok ilyet, tehát mindig is nagyon jó rajzoltak. A grafika nagyon-nagyon jó esztétikai érzékük van, és tényleg fanatikus módon csinálták, csak saját maguktól tanulták, magukat képezték ez ügyben, tehát nekik ez már régóta megvolt, hogy egy filmet kellene csinálni. És egyrészt először hobbi szinten csináltak egy-két ilyen próba epizódot, vagy ilyen pilóta részt, hogyha lehet ilyet mondani. Ilyen kis tanulmány, inkább ezt mondanám, tanulmány részeket, és azokkal indultak el végül, és Ádám indult el producerekhez gyakorlatilag kalapolni, vagy kulcsolni, vagy nem tudom, hogy mondja, tehát pénzt, befektetőket keresni. És igazából, mint ahogy mondtam az előbb is, elég sok helyről elküldték, tehát jó, köszönjük, majd értesítjük, igen, hát ez annyira nem érdekel minket, és valahogy eljutottunk egy hölgyhöz, aki egyébként könyvelő, tehát nem film szakmában dolgozik, és neki kis gyermekei vannak, hát ugye tele vannak otthon DVD-vel, de berakták az Egon és Dönci, mondom, a próba epizódokat, tehát a tanulmány részeket, és nem szabadott kivenni a DVD-ből, nem lehetett kivenni, nem szabadott lejátszóból kivenni, 3 hétig, 4 hétig csak azt szabadott nézni, és azt mondta, hogy hát ez a gyerekekre ilyen hatással van, akkor én azt mondom, hogy belevágok. A fő szoftver, amit használtunk, ez a 3D Studio Max, ami igazából egy belső építészeti vizualizációs program. Ezzel még nem csináltak filmet soha, semmilyen jellegű kezdeményezést nem csináltak vele, ilyen komolyabbat, tehát ebbe úttörők vagyunk, azt hiszem, és Scanline-nal rendereltük az egész dolgot. Hát az a számítógépekről nem tudok neked mit mondani, megmondom őszintén, annyit tudok mondani, hogy 38 gép, körülbelül 38 számítógép van a stúdiónkban, vagy annyi dolgozat minimum. Ennek a, hát közel a fele, vagy több mint a fele a render farm, ami ugye számolja a jeleneteket, hát a rendernek ez a lényege, hogy jeleneteket számolja, hogy az minden a helyén legyen, a színek olyanok legyenek, stb. Össze tudja rakni a rétegeket, ilyesmire gondolok. Ugye ő a memória. Tehát így nagyjából ezért nem kis mennyiségű gépre volt szükség. És igazából ez is olyan dolog, hogy ha valaki nem tud ennyire optimálisan dolgozni, meg ennyire tényleg a saját bőrén tapasztalja meg a dolgokat, mint mi. Tehát, hogyha nem tud optimálisan dolgozni, akkor ennyi géppel sem biztos, hogy meg tudna egy ilyen filmet csinálni. Milyen munkamódszerrel dolgoztatok? Mint minden filmnél, ugye mi is jelenetről jelenetre mentünk. Tehát megbeszéltük a jeleneteket. Globálisan először is blokkokra osztottuk a filmet. Meg volt nagyjából a történet. A helyzet az, hogy ez látszott a filmen is, meg a kritikából is kaptuk sokszor, hogy a forgatókönyv nem annyira kialakult. Tehát ez így is van, mivel nagyon szűk volt a határidő, illetve tényleg nem volt még gyakorlatilag, nagyon sokat kellett menet közben vágdosni a forgatókönyvből, illetve át kellett írni sok mindent. És itt főleg a határidő miatt volt ez az egész. Nekünk kellett, hogy legyünk az első 3D animáció, aki kijön. Tehát ezt a forgalmazó kijelentette annak idején, és végül is én nem is bántuk meg, hogy így jöttünk ki, mert így végül is mi vagyunk az első magyar 3D animációs csapat, aki egész estés filmet csinált. És visszakanyarodva a kérdésedre, ugye blokkokra osztottuk, a blokkokat pedig jelenetekre osztottuk fel. Mindegyik jelenetnek csináltunk egy munkalapot, amin a fázisok voltak. Tehát, hogy a jelenet hogyan épül fel. Most hogy néz ki egy ilyen jelenet? Gyakorlatilag a legalap dolgokat, vannak modellező srácok, két modellező srác volt, aki az alapokat lefektette, ami jelenti a hátteret, a tárgyakat, amik bent vannak mondjuk adott esetben egy térben,
akár a konyhában, vagy akár kint a szabadtérben a házak, stb. Ugye ezeket először meg kellett rajzolni, arra volt egy koncepció, amit papíron lerajzolt a srác, a kollega. Utána ezt ugye számítógéppel megrajzoltuk, ezt megcsináltuk, a textúrákat ráraktuk. Ugye a textúrázás az egy olyan folyamat, az attól lesz élethű egy felület. Tehát mondjuk egy fának, hogyha csak adok egy barna színt, most mondtam valamit, akkor ez egy barna, élettelen dolog lesz. A textúrával egy fa kérget tudunk ráhúzni. Tehát gyakorlatilag ez volt a legalapabb dolog. A másik, be kellett helyezni a figurát a térbe. Tehát ugye az egész teret úgy kellett megcsinálni, hogy eleve beférjen a figura, azokat olyan arányba kellett berakni, hogy az jól is nézzen ki. Megvolt a cselekmény, megvolt a jelenet, akkor azt ugye le kellett mozgatni. Volt egy animátor, volt is két animátor volt, aki a három szereplőt, mert ugye három szereplő van benne, a három szereplőt mozgatta, és utána ők egy durva animációt leraktak. És mit volt a legnehezebb elkészíteni, szóval animálni mondjuk, mert láttam, hogy például a víz meg a tűz, az ott valami hihetetlen jól nézett ki, az nagyon nehéz volt, vagy? Hát igen, ezek a vízszimuláció, tűzszimuláció, azok nehéz dolgok. Igazából itt a lehető legnehezebb szerintem ez maga a morf. Ez a morf az arc kifejezés, ami például amikor elrepültek, elbúcsúztak a cigánytól innen a földtől, mert ez egy cigány ember volt, mi ezt annak szántuk. És amikor közeli van, és hogy sír, tehát amikor az érzelmeket meglátod a szemében, az a legnehezebb, szerintem az a legnehezebb. Igazából arra születni kell szerintem, hogy ezt valaki úgy meg tudja csinálni. Tehát nagyon-nagyon érezni kell az emberi, vagy a kis rezgéseket, meg a világnak a kis részleteit, ezt meg kell egyezni. Szerintem ez a legnehezebb. Egyébként minden nehéz volt. Láttad az Egon és Döncit? Nem is hallottál még róla? Hát kíváncsi vagyok rá végül is. Sok jót hallottam róla. Jó a grafikája, meg láttam végül is ilyen ízelítőt belőle. Szóval én kíváncsi vagyok rá. Hát nekem nem tetszett. Nekem nem tetszett sem az animáció, sem maga a történet. Osztálytársunk látta, neki nem tetszett. Nem tetszett. Én még nem látom, úgyhogy nem tudok erről nyilatkozni, de megnézem. Csak hallottam, hát aranyos. Ennyit tudok róla mondani, aranyos volt, ahogy így elnéztem. Biztos jó film. Kezdetben nagy zeneszerzők műveit szerettük volna, illetve ismertebb számokat, általunk is szeretett számokat belerakni a filmbe, de valami miatt nem adta ki a képet, illetve nem illett oda annyira, ahogy mi gondoltuk. Meg hát egyrészt ugye a jogdíjak se olcsó dolgok. És úgy gondoltuk, hogy akkor saját magunk fogunk hozzá zenét szerezni. Voltak, vagy meg vannak munkatársak, akik elég jó zenészek. És egy-két számot eltaláltak olyan szinten, hogy te még jobban is illett oda, mint az eredeti. És ezért elhatároztuk, hogy akkor ezt véghez visszük, ezt a koncepciót, és gyakran úgy készült némelyik jelenet, némelyik blokk, hogy már megvolt a zeneszám, és arra csináltuk a képeket. Igazából a filmben kettő olyan dal hangzik el, ami nem a saját szerzeményünk, az összes többi a saját. Benevezték a filmet fesztiválokra. El is hoztunk egy-két díjat néhány helyről, amire a legbüszkébbek vagyunk, az tavaly, ha jól emlékszem, június elején volt Teheránban egy fesztivál. Az aranypillangó díjat ott osztották ki, és megnyertük a legjobb technikai, illetve művészeti kivitelezésért járó külön díjat. Illetve Olaszországban kb. két nappal később megnyertünk két díjat. Az egyik a fesztivál külön díja volt, a másik pedig egy a legjobb jövőben mutató alkotás. Az Artéria műsorát láttátok. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!